A Tolna megyei szakképzési centrum Vályi Péter szakképző iskola és kollégiumában a 2021-2022-es tanévben közel 400 nappali és felnőtt képzésben résztvevő diák folytatja tanulmányait, tudtuk meg Fúrján Katalin Anett igazgatótól. A napi szakmai oktatási tevékenységet 34 fő főállású, 4 fő részmunkaidős szakmai oktató segíti, valamint 4 óraadó is kapcsolatban van velünk. Ehhez megfelelő háttérrendszert kell biztosítani, amelyet 14 fő technikai dolgozó biztosít itt nálunk a Vályban. A 2021-22-es tanévben a szakképzőiskolában 4 ágazaton tanulhatnak a diákok nálunk. Ez a 4 ágazat hagyományosan a gépészet, az építőipar, a kereskedelem, valamint a turizmus vendéglátás. Amire nagyon-nagyon büszke vagyok, és most hosszú távon segíti a munkánkat, a 2021-es év megafejlesztése, a 3D labor. Ennek a fejlesztésnek köszönhetően intézményünk eszköztára bővült különböző drónokkal, szoftverekkel, robotkarokkal, VR szemüvegekkel, és ezek tulajdonképpen nagyon-nagyon hasznosak, és érdekessé teszik a mindennapos munkánkat. Gondolok arra, hogy egyéni, páros, csoportos munkában nagyon jól hasznosíthatók. Továbbá, mert igaz nálunk 2020. szeptember 1-e óta projektoktatás van a 9. évfolyamon, és nem tantárgyi keretek között sajátítják el a szakmai tartalmakat a diákok, így aztán, hogy érthető legyen, amit mondok, egy nagyon egyszerű példával szeretném szemléltetni. A 9. évfolyamos turizmus vendéglátás ágazaton tanuló diák bemegy a 419-es terembe a projektoktatás keretein belül, és a virtuális valóság segítségével ismeri meg a világ turisztikai desztinációit, tehát tulajdonképpen élményszerűen tárul elé mindaz, amelyet azért nagyon-nagyon nehéz lenne egyéb módon megismernie, és ki sem kell mozdulni a 419-es terem falai közül. A 2022-es, 23-as tanévben is a hagyományos ágazatokat kínáljuk a minket választóknak, tehát a technikum vonatkozásában az informatika és távközlési ágazatban kívánunk osztályt indítani, tehát bárki, aki az informatika felé kacsingat, annak ezt nagyon-nagyon tudom ajánlani, informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus válhat belőle, valamint turizmus vendéglátás ágazaton várjuk a vendégtéri szaktechnikusokat hozzánk. A szakképzőiskolában pedig az imént említett 4 ágazatban szeretnénk osztályt indítani, tehát a kereskedelem területén kereskedelmi értékesítő szakmára várunk diákokat, a turizmus vendéglátás területén szakács, pincér vendégtéri szakember szakmákra, az építőipar területén festő, mázoló, tapétázó, az építőipar területén még köműves szakmákra is, és a gépészet területén hegesztő és épület és szerkezet lakatos szakmára. A szakképzésben a 9-es diákok ágazati alapoktatásban vesznek részt, majd duális képzőpartnernél történik a 10-11. Évfolyam oktatása. Az 5 éves technikumi képzésben tanulók 2 évig ágazati, majd 3 évig szakirányú alapoktatásban részesülnek. Ezt követően pedig szakmai bizonyítványt és érettségit szerezhetnek a diákok. Szakképző intézményként számunkra nagyon fontos és hangsúlyos a mesterségbeli tehetségfejlesztés területe. Úgy gondolom, hogy minden szerénytelenség nélkül ezt eredményeink is alátámasztják, mindazok az eredmények, amelyet a szakma kiváló tanulója versenyen diákjaink több mint 4 évtizede produkálnak és letesznek az asztalra. November 18-án és 19-én a Tolna megyei szakképzési centrum Vályi Péter szakképző iskola nyílt nappal várja most 8-os tanulókat. Ezeken a napokon betekintést engednek majd az intézményben folyó oktatásba. Továbbá idén ismét meghirdetik a pályaválasztási kalandőrületet. Pályaválasztási kalandőrület újra csomagolt formája a kalandőrületnek, amely több mint 10 éves hagyományra tekint vissza a Vályiban. Ez egy internetes
jelenleg 10 órás játék lesz, amelyre általános iskolai 8-as osztályos csoportok jelentkezését várjuk. A Tolna megyei szakképzési centrum Vályi Péter szakképző iskolába várnak minden tanulót, akinek az intézmény felkeltette az érdeklődését.